Bánni, imádókkal így kell bánni. Még aranyuk is van. Na, annál jobb, akkor, és még szobrot is csináltak belőle. Akkor beolvasztatjuk, sőt, be is kell olvasztani, hiszen ezek csúnya bálványok. A népet meg hát ki kell írtani, mert ezek annyira konokak, nem lehet őket a bálványimázásból kizökkenteni, meg se értik azt a mi jó kis spanyol nyelvünket. Hát teljesen reménytelen a társaság, marad a kiírtás. Még az is jobb nekik, mintha tovább élnek a bűnben. Na most nem a képzeletem torz szüleménye ez az okoskodás. Az egyik ismerősöm, aki hívő keresztény, most nem akarom a felekezetet megnevezni, mert majdnem mindegy, több felekezetből származó ismerőseim is ugyanígy vélekedtek, hogy miért kell ezeknek, miért kell szenvedni Afrika népeinek, miért kell szenvedni ázsiai millióknak, miért tűntek el kegyetlen halállal a népek a történelem során? Hát mert annyira mélyre süllyedtek a bálványimádás vétkében, hogy még a halál is jobb volt nekik, meg az eltűnés, mint hogyha tovább vétkednek. Ez az ismerőseim művelt emberek vélemény. Tehát azért mondom, hogy akkor egy spanyol hódító, ugye, akinek a gyilkolás az a szakmája, annak miért lett volna gond a szakirodalomból ezt a részt kiszedni, hogy igen, szobrocska van, akkor meg lehet ölni, ki lehet írtani az egész népet. Nos, ha ez a spanyol hódító ezért az evangéliumot nyitja ki, akkor gyorsan tovább lapoz, mert ezt nem érti, hogy mi, hogy jobbról, meg akkor tartson, hogy balról, és nem, ezt nem értem. Majd elmagyarázzák nekünk, de ugye az az elméleti rész, ez a gyakorlati rész. Ugye az Ószövetség a gyakorlati rész, az Újszövetség meg az elméleti rész. Na most, hogyha egy pusztai népnek a kezébe kerül ugyanez a könyv, kinyitja az Ószövetséget, azt mondja, biztos nem vagyok még elég magas szinten ahhoz, hogy megértsem, hogy miért kell ez rengeteg vérfürd, és addig lapozgat, hogy az evangéliumhoz ér, és na az már úgy ismerős a lelki ismeretének. És azt már tudja olvasni, azzal már nincsen gond. Egy-két résszel bajban van, mert azt ugyanezt ugye sokan nem értik, hogy micsoda, hogy miért kell a másik arcomat is oda tartani, ez nem fél a fejbe, de nem baj, majd megértem. Tehát ő se ért minden tökéletesen, de általában azok a népek, akik a saját munkájukból éltek, azok csak az evangéliumot bírták felfogni, azok a népek, akik viszont a római birodalom utódai, azok meg csak a Ószövetséget. Esetleg ugye az Új Szövetségből is egy-két ilyen szörnyű jóslatot, ahol a világ pusztulása és lángoló pallos, meg jajlatás és fogcsikolgatás, még ezt a részt is értik a római utódok, de a pusztai népek ezeket a részeket nem értették. Na most, én nem evangélium ellenes vagyok, hiszen az esztényus evangéliummal nincsen semmi baj. De azt tudnunk kell, hogy rengeteg evangélium volt még a kora középkorban. Ugye számtalan változat maradt. Ugye ez nem volt még fénymásoló, meg CD-rom, nem változatlan formában adták át, hanem lemásolták, volt, amit emlékezetből írtak le. Gyakorlatilag majdnem minden néphez, ugye Európában eljutott az evangélium. Számtalan változata jutott el. Na és amikor a hatalom, a központi hatalom úgy gondolta, hogy van ebben a vallásban sok lehetőség, úgy gondolták, hogy egyetlen egyet hagynak, egyetlen egy változatot, és az összes többit azt írmagostól kiírják. Ezt úgy tudták csak biztosítani, hogy mivel ugye ez bonyolult, amikor megmondják a korabeli, mit tudom én, mondjuk az AVH elődjének, most középkori hogy mondjam, szakkifejezéssel biztos nem államvédelmi hatóságnak nevezték őket, meg nem is egyházvédelmi hatóságnak. Minden országban megvolt nyilván a neve, hogy kik voltak azok, akik ellenőrizték, hogy valakinél vannak-e eretnek iratok. Mivel bonyolult lett volna ezeknek a hivatásos gyilkosoknak egyrészt megtanítani, hogy kell elolvasni, másrészt elkülöníteni az eretnek változatot a nem eretnek változattól,
Ezért csak úgy tudták biztosítani, hogy csak egyetlen egy változat maradjon föl, hogy volt egy időszak, amikor semmilyen könyvet senki nem birtokolhatott, ugye a köznép köréből. Tehát, hogyha valakinél Biblia volt, és ha hivatalos változat volt, azért is halálbüntetés járt. Azon egyszerű gyakorlati megfontolásból kiindulva, hogy nem lehet minden egyes ilyen házi Bibliát ilyen kézzel sokszorosított macskakaparást végigolvasni, hogy hú, nincsen-e benne valami eretnektan, például a földanyára való utalás vagy hasonló, mert az hosszadalmas. Sokkal egyszerűbb, írás van nála, akkor meghal. Kész. És ezt elég 1-200 évig csinálni, kikopnak ezek az írások a lakosság köréből, és utána piacra lehet dobni az egyetlen igaz változatot. Tehát ne felejtsük el, a Szent Bibliák vérben fogant. Ez az egyik dolog. Másik, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Hát a gyümölcseit meg ismerjük a történelemből. A vallásháborúk, ahol keresztény keresztényt írtott, a keresztes háborúk, amikor keresztény iszlám hitűt írtott, és a hódítások, amivel Afrika, Ausztrália, Amerika őslakosságát teljes erkölcsi és anyagi romlásba sikerült taszítani. Ez az egyetlen igaz változatnak a gyümölcse. Tehát ezért mondom, hogy nagyon-nagyon óvatosan kezeljük az írásokat, nagyon nem mindegy, hogy fogan. Igen, a bűn, nem az ember fogan bűnben, mert amikor két szülő ugye szerelmes egymásba, és úgy egy új életet hoznak létre, az a gyerek nem bűnben fogan. Nem vétek, vagy erkölcsi eltévedés eredménye, hogy ez a gyerek létrejött. De amikor rengeteg vér és jajkiáltás és rengeteg elpusztított ember árán sikerült egyetlen egy változatot létrehozni a szeretet vallásának a könyvéből, akkor az tényleg bűnben fogad. Bár ezt a bűn kifejezést nem szívesen használom, mert eredetileg ez a szó, hogy bűn, ugye bűn, hát ez a ősvallásunkat jelentette. Ugye ez a szent bűvölet, vagy nem, ugye a régi szó, nem tudom pontosan az értelmét visszaadni, de ahogy a bűbájolásban benne van ez a bű, hát a bűn, bűn, ez a kereszténység előtti egyik ősvallásnak a neve volt. Tehát nem véletlen, hogy jelentés változáson ment át. Ezt a Máté Imre gyűjtéséből tudhatjuk, tehát ugye a rábaközi hagyomány. És ez csak a rábaköz, a Kárpát-medencében nagyon sok helyen, és nem csak a Kárpát-medencében, máshol is nagyon sok helyen fennmaradtak a mai napig ezek az emlékek, ahol bizony az öreg tudók nemzedékről nemzedékre továbbadták, hogy fordították ki a népet az eredeti vallásába. És most majd visszatérek a Kerge Birkához, és itt muszáj ezt egy kicsit körbejárni. Ugye nem árt, ha tudjuk, hogy az a szó, hogy gonosz, az miből ered. Ugye ebben a bűn nevű vallásban, Máté Imre gyűjtése szerint, a mennyei atyát gönűznek hívták. Na most, ez nem magyar különlegesség, ugye gnózis, az görögben ugye tudást jelent. Tehát miből lett ez a szó, hogy gonosz? Részben abból, hogy tudás, részben pedig ugye gönűz, ugye a naparcú égatyának, ugye a mennyei atyának a nevéből. De jó, ha tudjuk azt is, hogy a vasorúpában miből lett. Ugye vasnak a régiek a bronzot nevezték. Orrúnak ugye az emelvényt, szobrot, ugye ilyen kiemelkedéseket nevezték. Ugye az orr, az sem véletlen, hogy ez, meg orom, oromzat. Tehát vas orrú az ugye bronz szobor. És a bába, hát ugye Baba Mária. Tehát ez maga a földanya, boldogasszony. Tehát a vas orrú bába, ez a boldogasszony bronz szobra, amiket a különböző magaslatokra kiállított a nép, és oda jártak imádkozni, oda jártak ugye, megünnepelni a jeles eseményeket. Tehát miből lett a gyerekeket riogató rémalak a mesében? A boldogasszonyunk bronz szobraiból. Na most, ha a szakirodalmat előveszünk, akkor húha, szoborállítás, bálványimádás, na jó, akkor innentől kezdve az összes katolikust is kiírthatnánk, hiszen
ugye, aki bemegy egy katolikus templomba, ott azért vannak szobrok. Na jó, de azok nem bálványok, mondhatnánk. Igen, és ezeket a természeti népeket valaki kikérdezte részletesen, hogy te most azt hiszed, hogy az a szobrocska, amiből van 20 ezer példány a népetekben, az maga az Isten, vagy csak az Istenre emlékeztek? Tehát ugyanolyan képtelenség feltételezni ezekről a természeti népekről, hogy ők azokat a tárgyakat imádták, mint amilyen képtelenség feltételezni katolikus testvéreinkről, hogy ők azt hiszik, hogy a Jézus szobra az maga Jézus. Tehát ne nézzük hülyének embertársainkat. A természeti nép gyermekei se hülyék. Ha hülyék lettek volna, eltűntek volna a földszínéről maguktól. Ennyit a bálványimádásról, meg ennyit arról, hogy egy egyes mai szavaink, ugye a gonosz, a vasorúbába, a bűn, azok hogy mentek át jelentés változáson, még valamikor 1000 évvel ezelőtt. Na és akkor nézzük a főszereplőinket, ugye a kergé, birkát és a farkas. Nyilván azért a birkák a természetben tudják, hogy hogy kell elkerülni, tehát a vadjuhok tudják, hogy hogy kell elkerülni a fertőződést. Mert azért védekezni szoktak tudni az állatok a kórokozók ellen. Igaz, hogy maga a pete, a galambfélek petéje láthatatlan a birka számára, nem is a petét nézi, hanem a ragadozó nyomait. Hogyha valahol a ragadozó ürüléke, elhullajtott szőre, vagy bármi ilyesmi van, ezt megszimatolja, ott nem legel, elmegy az étvágya, és ő maga is elmegy, ott nem legel. Mert lehet, hogy tudatosan nem tudná megfogalmazni emberi nyelven, hogy mi is értsük, hogy miért megy el onnan, de valami azt súgja neki, ugye a sejtelem, hogy hiába kövér a fű ott a kutyakakitól 30 centire, azért nem tanácsos azt lelegelni. Nem azért, mert fél attól, hogy ott van a kutya, mert annyi tapasztalata azért van, hogy a régi kutyakaki azt jelenti, hogy ott már rég, a gazdája már rég odébb. Nem, valami a sejtelem azt súgja neki, hogy ott nem tanácsos legelni. És akkor mi történik a hazánkban? És amikor azt mondom, hogy hazánk, akkor a Kárpát-medencére és annak vonzás körzetére gondolok, mert ne rekesszük ki a csángókat se hazánkban. Hát ugye 1000 évvel ezelőtt, és itt megint olyan dolgokat mondok, amit nem csak a ma kereszténynek nevezett emberek körében keltenek megbotránkoztatást, hanem itt a magon belül is megbotránkozást kelthetnek. Durván ezer évvel ezelőtt mi történik? Hát ugye behúzzák a trójai falu helyett a férges kutyát, hogy potyogtassa az ürülékét. Ugye ezeket nevezhetjük ugye a német-római birodalomból érkező lovagoknak, nevezhetjük őket papoknak, tanácsadóknak, sok mindennek nevezhetjük őket, de végeredményben mégiscsak ugye maga a férges ragadozó az a német-római birodalom, és hát ezek a potyadékok, ezek pedig azok az eszmék, amiket hoznak magukkal. És a lakosság, mivel akkor még nem nagyüzemi juhok voltunk, a lakosság érzi, hogy büdös a kutyaszar. Egyébként elnézést, ez nem csúnya szó. Mert miből ered? Ugye a bélsár, amit a birka elszór. Hát csúnya az, hogy szór? Nem. Nem csúnya szó. Hát hogyha elszórja a bélsarát, akkor hát igen, ez ugyanabból a gyökből ered, ez bizony szar. És a kutyája is az. Csak megint ugye belénk programozták, hogy erről ezt a szót nem illik kimondani. Nem körbeírjuk, mert ez az nem része a teremtésnek. Az biztos a Jóisten tévedett, amikor úgy alkotott meg minket, hogy azt a büdös valamit kell kiüríteni magunkból. Hát még a nevét sem mondhatjuk ki úgy eredetiben. Tehát itt nem azt mondom, hogy úton úgyfélen ki kell mondani, a pudingnak a nevét, meg a mazsolának a nevét sem kell úton úgyfélen kimondani, mert ebben az előadásban, ha minden második mondatban beleszólunk a mazsolát, bizony visszatetsző lenne. Mert miköze az egészhez. De amikor a mazsoláról beszélek, akkor azt mondom, hogy mazsola, vagy azt, hogy
aszad magtalan szőlőszem. Hogyha a német-római birodalom